A Szabadkai Pannon RTV és a Kecskeméti TV közösen meghirdetett pályázatára a 13 és 18 év közötti diákok jelentkezhetnek. Legfeljebb 5 darab önálló fotóval vagy 5 fotóból álló fotósorozattal lehet pályázni. Elsősorban azoknak a fiataloknak a jelentkezését várják, akiket aktívan foglalkoztat a természet és a környezetvédelem. A gyerekek bármit lefényképezhetnek a természetben nem kell kimenni védett területre és különleges védett növényeket vagy állatokat vadászni, vagy madarakat röptük benne. Ez egy amatőr fotópályázatást, egy mohás fatörzs is ugyanolyan érdekes lehet. Témaválasztást, ötletet fogunk díjazni elsősorban, nem pedig azt, hogy milyen professzionális szinten van elkészítve az a fotó. A pályázók közül a nyolc legjobbat választják ki. A nyerteseket nyáron kéthetes magyarországi tábor meghatározással jutalmazzák, ahol a fotózással és a filmkészítéssel ismerkedhetnek meg szakemberek segítségével. A munkákat 2012. június 1-ig várják a Pannonia Alapítvány, Panon RTV, Ágó Mamuzsics 11, 24 ezer Szabadka címre és a fotópályázat kukac e-mail címre. A pályázata a kapcsolatos további információk a www.panonrtv.com oldalon olvashatóak.